Pa Brigitta kolléganőnknek most az egyszer engedélyeztük az éneklést, hiszen Haufe Andor 65. születésnapjának tiszteletére gyűltünk össze a szerkesztőségben. Többnyire mindig jó nálunk a hangulat, most azonban igazán nagy volt az öröm. Haufe Andor a Fehérvár Televízió gyártásvezetője több mint 23 éve, de számunkra ennél sokkal többet jelent. Igazi csapatkapitány, aki nem csak a precíz és színvonalas munkavégzést követeli meg. Ha szükségünk van rá, mindig támogat minket egy-egy kedves szóval, baráti beszélgetéssel, vagy éppen lehengerlő humorával. Andor most lett 65 éves, ez volt az ünnepségünk egyik apropója. A születésnap Andor nyugdíjba vonulásának időpontját is jelenti, de a gyártásvezetőnk szerencsére úgy döntött, továbbra is velünk marad. Továbbra is számítunk rád, jó egészségben. Haufe Andor 1977-ben került a Magyar Televízióhoz. Eleinte a kulturális szerkesztőség, majd a Telesport felvételvezetője, gyártásvezető helyettese lett. 2001-ben vonattal, egy emlékezetes utazással érkezett meg Székesfehérvárra, Sipos Józsefhez, a televízió akkori igazgatójához állásinterjúra. Kicsit vérbefagyottan történt meg az érkezésem, ha erre gondolsz. Mert egy olyan kivételes vonatra szálltam, ami csak lassított Fehérváron, és én ezt nem tudtam, de ettől függetlenül leszálltam. És az összes lehetséges pályaudvari bútorzatot összegyűjtöttem, és hát több vérzősebbel érkeztem meg Fehérvárra. Andor azt mondja, sosem gondolt arra, hogy abba hagyja a televíziózást, mint fogalmazott, 47 éve ez a munkája, hivatása és a szenvedélye is. 47 évet az életemből, azt hiszem, hogy ez mindent megmagyaráz. Olyan, mint egy rosszabb narkó. Az ember szedi, még akkor is, ha nem akarja. Végül is élvezem. A médiacentrum igazgatója szerint a közösség akkor tud igazán jól működni, ha annak tagjai érzik, hogy számíthatnak egymásra. Ebben pedig igazán jó a Fehérvár médiacentrum csapata. Amikor ő 1977-ben elkezdte a pályát a Magyar Televízió munkatársaként, én még az általános iskola első osztályába jártam, és a mögöttünk lévő kollégák többsége még meg sem született akkor, és most mégis itt vagyunk együtt, örülünk egymásnak, és egy jó munkahelyi közösség együttműködésének az az alapja, hogy egymást tiszteljük, szeressük, elfogadjuk, és amikor kell, bajban, örömben egymás mellett álljunk. Ha a közösség jól működik, akkor a Fehérvár Média Centrum nézői, olvasói és hallgatói is hiteles tartalmakat kapnak. Haufe Andor 47 éves pályafutása a születésnappal nem ér véget, abban bízunk, hosszú ideig irányítja a mindennapokat nálunk. Isten éltessen sokáig, Andor!